Egy jubileumi rendezvény mindig nagy izgalommal jár. Milyen 15 évet tudtok magatok mögött? Hát azt gondolom, hogy az egyesületünk elmúlt 15 éve az nagyon eredményes és sikeresnek mondható. A közösséget folyamatosan építjük, és rendkívül nagy elköteleződéssel, szeretettel, elhivatottsággal építik az egyesületnek a munkatársai, tagjai, és szerintem ez ettől jó, és ettől eredményes ez a munka. Mi a legnehezebb ebben a feladatban? Hát a legnehezebb munka az, hogy alapvetően ugye a társadalom minden információ a vizualitásra épül, mindent látni kell, mindent nézni kell, mindennek utána kell menni. A legalapvetőbb információkat az interneten lehet már megtalálni, ugyan van ebben technikai segítség a látássérülteknek, de aki hirtelen kerül ebbe a helyzetbe, tehát mi például a látását elveszti, neki nagyon nehéz ehhez a helyzethez adaptálódni, úgyhogy az elszigeteltséget a legnehezebb felszámolni, megtalálni az embereket, újraépíteni a társas kapcsolatait, és abban segíteni, hogy ő ne szigetelődjön el, és ne záródjanak be a társas kapcsolatai. Nincs semmi másom a nagy világon, mi minket összetart, vagy újra megtalálom. Gondolom a számtalan fellépés mellett meg kell válogatni azt, hogy melyik jótékonysági fellépést vállalod el. Mi alapján döntesz? Hát elsősorban ugye azon, hogy minden héten kapok 3, 4 vagy 5 felkérést, és nagy valószínűséggel az van, hogy a döntésem az mindig az, hogy ugye bekérem az anyagot, hogy mi az, amiről szó is van, és ha azt látom, hogy valós, amit támogatnunk kell és csinálnunk kell, oda nagyon-nagyon szívesen megyek. Ami nem, amiben látom, hogy van egy kis csavar, azt inkább kihagyom, de tényleg az van, hogy ha az ember azt látja, hogy eznek van értelme, itt kell lenni, támogatni kell ezt a dolgot, és mert hogy ebben ez már egy régi történet, nem egy mostani keletű, aki sok olyan van, akik hívnak vidékről, hogy ennek támogatnak, annak aztán a vége meg az volt, csak eltűnik az a nagy pénz, amit összegyűjtenek, de itt hál' Istennek rendben van minden. Rágondolok és a sírás folytogat, szeretném újra simogatni arcodat, szeretném újra fogni a két kezed, mintha még mindig itt lennél, aramod vagyok, az emlékek még mindig magukhoz láncolnak, fogva tartanak, s a múlthoz kötnek. Jótékonysági rendezvény, rengetegen látunk ott. Miért? Mert nem tudok ellenállni a kéréseknek. Általában mindig valami szép ügy érdekében rendezik ezeket. És hát az ember úgy érzi, hogy eleve megtiszteltetés, hogy eszükbe jutok. És azon kívül meg a közönség itt mindig nagyon, nagyon hálás. És ezért szeretek különösen ide járni. I found a love for me, darling, just die bright, follow my lead, and I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me, 'cause we were just kissed when we fell. El volt a májulva, mennyit fejlődött a hangod az elmúlt időszakban. Most, mint énekes mutatkoztál be, de közben, ha jól tudom, akkor Kőkény Attilát kísérni is fogod. Így van. Nagyon izgultam egyébként, hogy össze fog-e jönni, és végezt tudjuk-e vinni. Ugyanis egy másik fellépésről érkeztem ide, nagy hívvel, de hál' Istennek sikerült próbálnunk, úgyhogy egyből érdekes volt, mert egyből rezonáltunk a zenére, úgyhogy nagyon összehangolódtunk, egy húron pendülünk, úgyhogy végezt tudjuk vinni. But all is fair in love. I should have never left your side. But rather takes a spell to write the words again. Az
az énekes karrier most a legfőbb nekem, számomra. Azóta is képzem magam folyamatosan, és illetve rengeteget dolgozom, tehát zenei alapokat készítek. Szerzemények? Saját, és az még nincsen, viszont tervezgetem, mert van egy szerzeményem, ilyen saját átdolgozás, egy bacsátás stílusú halleluja, és tervezem a közeljövőben azt is, hogy több dalt esetleg még ilyen stílusban, ilyen formában átdolgozzak. Egy kis éneklés, na 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 na. Vagyunk az előadás előtt, és ilyenkor minden fellépő izgul. Miért tartottad fontosnak, hogy eljöjjél egy ilyen jótékonysági rendezvényre? Fontosnak tartottam, mert először is a jótékonyság benne van az életemben. Én ezért már egyszer kaptam kitüntetést a parlamentben 2000-ben Göncz Árpád úrtól, megtisztelő, és annyira sokat segítettem a nevezzük a kicsi, az elesettebbek, a betegek, és nevezzük úgy, hogy a nem teljes érték, hogy mondjam, az életüket nem teljesen úgy megélő embereknek, akik én most itt vagyok, tehát ők nem látják a világot, viszont érzik, hallják, és olyan jó nekik énekelni, tehát a Vakok és a Gyengéllátók Egyesülete a középrégió, Magyarország középrégiójának a 15. évfordulójára annyira kértek, hogy jöjjek egy-két szép dallal, úgy éreztem, hogy ezt most én megtenném, úgyhogy tisztelettel itt vagyok, nagyon sok szeretettel jöttem, és nagyon örülök, hogy el is tudtam jönni. Hogyan találtatok egymásra? A Pesti Magyar Színházban dolgozunk együtt, én színészként, Tomi pedig zenészként. Úgyhogy amikor jött a felkérés, hogy a Fehér Bot rendezvényre lépjünk fel, akkor számomra egyértelmű volt, hogy Tomit kérem meg, pláne, hogy tavaly a Pesti Magyar Színi Akadémistáknak készített egy vizsgát, ahol ő zenélt. Hogyan lehet, vagy hogyan készülsz egy ilyen vizsgára? Igazság szerint ebben a kategóriában ez volt az első. Nagyon nekem nem kellett készülnöm, mert én csak lekísértem az énekeseket, tehát ugyanúgy, mint bármilyen zenész, ilyen helyzetben megtanulom a dalokat, lehallgatom az akkordmeneteket, stb. Annyiból volt ez más, hogy itt a mondani valót, a kifejezésmódot, ilyesmit kellett egy kicsit átvenni velük, kicsit helyre tenni, tulajdonképpen mint egy korrepetítor. Ez viszonylag új volt, de azért én ilyet csináltam már a régi zenekaromban az akkori énekesekkel sokat. Hogyan készültetek a mai fellépésre? Nagyon jó volt készülni együtt, mert a Tomi nagyon rugalmas volt, és nagyon tehetséges gitáros egyben, és nagyon szép dalokkal készültünk, amik mind a három magyar lesz, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon élvezetes lesz mindenkinek, mert nekünk legalább annyira élvezetes volt a próba. Volt-e már előtte közös produkciót? Hát a Tomival így együtt nem dolgoztunk eddig úgy, mint szóló éneklés, de a Pesti Magyar Színház előadásaiban ugye a Tomi, mint zenész közreműködik, és azokban már volt alkalmunk vele közösen dolgozni, úgyhogy már szerencsére ismertük egymást. Rájöttem ti! Milyen ez az akadémia? Nagyon jó. Nem. Hát most fogunk mi végezni, és szerintem nagyon sokat tanultunk mind a három év alatt, és remélem, hogy majd ebben tudunk tovább dolgozni, mert nagyon, nagyon sokat tanultunk. Magad is elcsodálkoztál, amikor megláttad, hogy mennyien érkeznek az eseményre. Egyszerűen fantasztikus ez a Lámpás Klubnak az eredménye. Igen, köszönöm szépen. Nagyon meglepődtem egyébként, és úgy látom, hogy jól meghirdettem a mai napot. Mit jelent ez a szó az embereknek, hogy Lámpás Klub? Lámpás Klub, ő egyébként már nagyon sokan ismerik, mert tudják, hogy itt Vakok és Gyengéllátóknak a klubja szokott lenni minden hónap harmadik szerdáján, itt pontosan az 5-ös tízben. Mennyire sikerült fölfejleszteni a klubot? Szerintem nagyon jó. Nagyon jó, hát nagyon kevesen kezdtük, és már 20-25-en vannak. Szoktak lenni a klubnapunkon, és programot azt meg végülis ők mondják meg, hogy mit szervezzek, és nagyon örülnek neki. Rengeteg sztár fellépő lesz a mai műsorban. Hogy sikerült meggyőzni őket? Hú, szerintem amilyen vagyok. Nem tudom, erre nem tudok válaszolni. Ők tudnák erre válaszolni.
vannak itt ma olyanok, akiknek szeretnétek megköszönni a munkáját, kik ők? Nagyon sok támogatást és segítséget kapott az Egyesületünk az elmúlt 15 évben. Szeretnénk ezt a közös munkát, az együttműködést megköszönni. Vannak közöttük civil emberek, vannak közöttük hivatásos segítők, együttműködő partnerek, akik segítik a munkánkat, egy program megszervezését, egy esemény megvalósítását, tehát nagyon sokszínű. Találkozhatunk olyan segítőpartnerünkkel, együttműködővel, aki a kutyakiképzésben vállal feladatot, tehát nagyon-nagyon sok köszönetet szeretnénk itt átadni. Ez a mai nap ez azért is ünnep, mert nem csak a nehézségekre szeretnénk felhívni a figyelmet és középpontba helyezni a látássérülteket, hanem az eredményekről is szeretnénk hírt adni, és a sikerekről. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to a baby song. I have faith in what I see, now I know I have met an angel person, and she looks perfect. I don't deserve that, you look perfect tonight.